kutyában sem. Jó, de büdös a kutya. Azt a mindent, le kell fürdetni. Győző! Resztapa! Győző! Gyere, Győző! Szia, Beám! Szia, édeske! Szia! Na gyere, Győző, megyünk tárgyalomba. Karkuszék, elkértem a kocsit. Nem mondod. Itt van a kocsival, megyünk, mert nekem be a telefonat, hogy haza kell hozni valami izéket. Sifonyokot. A cuccok, meg ilyenek. Nikolász, hol vannak a szerszámok? Amit mondtam, hogy készítsetek össze. Ott van bent hátul a szerszám, Nikolász. Testvéremet azért hívtam, mert ő egy mindenes ebbe a Gaspar családba. Ha kell az édesanyámnak injekciót ad, ha kell az édesapámnak segít, ha kell, kint van a birkákkal. Na, akkor figyelj majd a kúcsok, meg ilyesmi. Milyen kulcsok? Hát a radiátorokra kulcsok. Milyen radiátorokra? Hát a kulcsokra. Idegesíts meg, vagy te fogod a radiátort leszedni. Na jó, nem te vezetsz? Dehogy vezetek én, Mari. Na vezessétél, nem? Dehogy vezetek én, nem vezettem még ilyet csak. Taskot minek hozod a szerelni? Meg ízit nem hoztam magaddal, van hosszabb nadrág? Minek hosszabb nadrág? Hát a rád vagy a víz a radiátor. Milyen radiátor? Te ma vízszerelő is vagy? Hát hoztam a kulcsot, ezt nagy kulcsot. Jó van, tedd oda bead. Mari, ma megint túlszervezted ma magadot. Na jó, kocsit szereztem te! Már ezt tiszteletek! Tiszteletek, hát figyelj ma ide! Tiszta piszok belülről, várjál ma! Csatol be magad, bátya! Csatol be ma magad! Ma egész nap battogunk! Ez tiszteletek ez a kocsi! Ha, azaz! Nem jó, Győző? Jó, mamma, tiszta piszok belülről! Tiszta piszok, hát nem vizét vettünk, hely! Cuccoké megyünk! Most mi lesz, pakolgatás lesz, Győző? Hát mi nem tudom, hogy mi lesz, én nem tudom, minek kellett ilyen büdös kocsival jönni. A büdös kocsi, kárkuszégre kezd volt kiadó, beszattak ki. Büdös van benne, gyerekek, jó. Na, akkor hogy hozzuk haza a cuccot? Ha majd hazahozzuk. Be a is telefonod, hogy valami vizét, sifont kell, meg kredencet. Milyen sifont, meg kredencet? Meg valami másik. Lássak, mamoré! Na gyere, akkor vezessítél, ne! Ne vezessítél. Hogy vezetek? Dehogy vezetél. Na. Hát egy nagyon kemény szag volt, mi most is érzem a pulóveromon, vagy mi ez, pólómon, hogy hát elég büdös volt. De ő rendesen élvezte a büdös szagot. Benne beültünk, ha Moré például nem tudtad kitakarítatni. Tegnap este beszélgettem be a ma. Na, engem hívott este. És akkor úgy néz ki, hogy eladjuk a házat, látsa csávodat. Készpízé kifizeti. Eladjátok a házat? Lacsaik megvennék. Hát én mit bánom én? Ezt elvennénk látni, tarjámba visszajönni. Vagy én múl is visszajössz? Na apukám, miért megy neked tárgyalomban jobb lesz a? Ha nincs ott kolbaszba a kerítés. Na, te szerinted ez a lakás, ma hány éve nem lakjátok? Három éve, voltam már benn? Voltam. Hogy néz ez ki te? Le van lakva. Ha. Le van lakva. Azt néz ki, mintha nem laktuk volna, Zsolt, hogy beszélsz. Mert nekem annyit mondott be, a csőkulcsot vigyek meg, mert a radiátorokat is le kell kapni. De miért kapnod tele a radiátorokat? Mert nem volt, azt mondod. Jó, van, Zsolt, ne te kap már a radiátorokat, légy szíves, majd jön a szerelő, azt lekapja ő. Taskartoztam magaddal, mintha ügyvéd lenné. Na. Na. Miért segítsek még először? Menjünk ma be a házba. De Zsolti, először ne legyél ma nekem okos. Jó, a kulcs. Na. Ma megint átveszed a hatalmat. Jó, van, bátya, nincs semmi baj. Te kitettél azt a kutya láncot, én? Te, ha minek? Ennyi már a börtönőröknek nincs ennyi kulcs, minden alatt van. Az igen, a pártalaka. Az igen. Az jó. Tessét az, hogy kell belemenni te. Ez nem belevaló. Nem belevaló! Mondom, nem belevaló, add ide ezt a kulcsukot. Meg azt nem tudod. De jó van, ma ne legyél ma nekem okos. Mi az, hogy kotródj innen? Mert majd mondtam majd velem, vagy szépen beszélsz, vagy megint meg vele. Vagy szépen beszélsz, vagy megint elvennek. Okay, mert látom, ma az neked nem haszló. Hát érezzük, hogy ezt nem hozzá a majd kicsikét, ne legyél ma nekem túl okos. Ez egy se jó, eh? Tehát ez egy se jó, te. Ez a megyeri haszkús, te. Milyen megyeri? A fuck? Kordíts meg, ó. Annyi sok irigy ember van, megdovalva a fal, a piszok bedobva, muszáj volt két lakatot tenni a kapura, mert elloptak a kaput, úgy kellett visszahoznom. Ha jó szó néz ki, héje! Látott tönkre. Megmondom neked őszintén, ez igen. Hát ide kellene rendesen kikapalni. Örminek is lehetett volna szón. Hogy néz ez ki te? A pörögnek lefelé a vakolatok is te. Azt ide akarsz te visszajönni? Ah, hé, ez igen.
Hát ezt is elvitték, te? Mi van? Te ezt is... azt is leszerelték. Azt hát mondom, itt kanibálok lakna. A Győzével nem foglalkozott. Hiába mondja Győző, hogy ő ezt nyomta, még jártak oda, senki be nem ment, mióta úgy hagyta a lakást. Nem foglalkozott vele. Se ő, se Bea. Elég volt ma. Nyisd ki. Most haladjunk. Jaj, de csak hát oszti beszélni. Várom, hogy beharodjatok, akkor kicsit megkopogatom, ugye azonnal? Az a jó van. Az a jó van, bátya. Te szóval most nem hozod? Hát hozzá, te. Na. Nincs itt olyan nagy rendetlenség. Egy a talon. Ez tökéletes. Tökéletes, te hagyjad ma, te kívülről mi van? Hát most ne azt nézed, hogy kívülről mi van, Győző. Ez igen, az kell nekünk, ez kell. Hány éves ma az a képa? Az akkor voltam 25, 10, 25 meg 5, az 30, 15, 16 éves. Nagyon szép volt ott rajta. Szép, a szalad ugyan rajta. Mindenki nem ett egy hónapja. Mi bajod volt ott? Mi bajod volt? Mondhatom, hogy mit szeretnék? Na mondjad! Megszólalat. Na, innen kivennénk egész tokosta az ablakot. Innen így megbontanak. Ezt a szép ablakot? Lenne egy nyitott teraszunk, és a teraszt, ott a terasztal egybe hozzánk, ha beépítenénk. Igen? Akkor innen a konyha nyitott lenne, kivennénk innen ezt a falat. Egy az egyben ezt a falat kivesszük innen. Az egész fal innen eltűnik, a gipszoszlopokat kidobjuk a kukába, mennyezeteket megbontjuk. Egy nyitott konyha lesz. Győző, ezt nem mondod komolyan. Hogy egy... a falakot kiszedett, a jó falakot. Innen... Mondd meg, ki kéne meszelni szépen. Mit kéne meszelni? Kiszedjük innen a falakot. Most hova visszük a falat? Hát kidobjuk, nyitott konyha lesz, nyitott konyha lesz. Ezt a mennyezetet, az egészet szétbombázzuk. Az egészet is... Ezt a jó mennyezetet? Ezt a mennyezetet szétbombázzuk, és egy alacsonyabb mennyezet lesz, ami sokkal alacsonyabb lesz, és egy köríves mennyezet lesz, és beleolvad majd az étkezőbe. Ebből az ablakból, ez a két ablak marad, ott azt lefalazzuk, így. Igen. Teljesen lefalazzuk, két ablak marad, itt lenne egy étkező szekrény. De azt mondom nekem, hogy eddig jó volt, az ablakokat minek bántod? Mi mondanád nekem? A jó falakot kivenni. Hova visszük a falat? Olyan látványterveim vannak itt bent. Olyan terveim vannak. Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a Roma, Romeo és Júlia. Látom előre, hogy mit akarok. Látom azt a gyönyörű nappalit, azt a gyönyörű konyhabútort, az ülőgarnitúrat, a szép szobát. Innen ez az egész szét lenne verve. Ez az oszlopot ide ne képzeld el, ez innen nincsen. És egy nagy nyitott konyhánk. De te gondoltam, ott a főfalakon, ha leszek a de tettő. Megnéztem, ezt ki lehet venni. És itt két nagy üvegvitrin lenne, ide is üvegvitrin. Igen, megvilágítana valami. Megvilágítana. Na figyelj, most jön a lényeg. Na, ezt jó. Az ablakot itt elfalaznánk. Igen, azt akkor jön be a fény? És itt lenne egy elhúzhatós szekrény, ide raknánk be a kabátokat, ez itt lejjebb jönne. Itt nem lenne, ezt szétvernénk. Figyelj, itt végig szekrény lenne, beépített szekrény. És a két vitrin, az üvegvitrin itt lenne. Igen? Így, a két üvegvitrin. És a WC ajtó, ami itt van. Na, abba? Ez ide jönne így. Ide jönne a WC ajtó. Most addig miért nem jött a WC ajtó? Azért, mert most bejönnek mindjárt, ne, ide lenne, itt eddig 20 évig jó volt a WC, hogy ott volt, ne variáld ma meg. De azt se tudja, mi van vele, én szerintem le van húzva nála a ledőny, meg azt se tudja, hogy eljött öt horról. Én olyan gyerek, hogy ennek beesik az eső. Le van húzva nála a ledőny, sapka. Fürdőszobában ne nyugjatok bele. Ennek semmi baja. Hát de a fürdőszobát szétverem. De ennek semmi baja. Figyelj, mondom akkor, figyelsz rám ide? De nektek miért van két vécegyőző? Azért, mert az bidél kicsim. Na mondom mi akkor a bidélben mit kell csinálni? Jaj, Zsolti, legyen már értetlen. Figyelj ide, itt lenne... Hát de ez hogy van, neki nincsen otthon, csak egy. Ide figyelj már rá. De ezt magyarázom. Itt lenne az ajtó, innen jönnék be. Itt lenne egy gyönyörű kis kar, itt lenne egy zuhanyzó, figyelj. Itt lenne egy zuhanyzó, ide tenném a kézmosót így az ajtó helyére. És akkor mi a ménivel bejövünk, alapnyugunk halászunk már. Hát de ti majd, de hol, majd az emeleten akaszotok, lesz emeleti fürdőszoba. Ez darabokra verjük, innen a mennyezet lemegy, teljesen, és ez egy kis fürdőszoba lesz, kis meleg kis fürdőszoba. Hát nem mondom neked őszintén, ez nagy munka, de te ezt akarod csinálni, támogatom, csak minél előbb onnan gyertek el akkor. Ez a masina megy? Ez a masina. Hú, ez igen. Na, ez igen. Na, az jó. Jaj, ez így el van törve, egy drága jó Isten. Tudja azt be, hogy így el van törve? Ó, hát ez el van törve. Nagyon szép út, itt a lomonyi győző. Halló? Bea, a gáztűzhely el van törve. Hát el van törve a gáztűzhely, Bea. Hát ne mondjam a badárságot, Bea. El van törve a gáztűzhely, el van repedve.
Mi nem törtük el, ne hazd, ne izékedjél, ez így volt, be el van törve, ezt el kell vinni a szervízba. Add majd ennek én, Bea. Adom, le. Itt vagyok, Bea. Na figyelj ide, hazavigyük neked a tűzhelyt, vagy ne vigyük haza a tűzhelyt? Jó, akkor kidobom itt a sarkon. Adom vissza a bátyát. Várjam. Nem győzünk. Bea, el van törve a tűzhely. Nem. Bea, a maga, a sütő része el van törve. Hát csajja, le van törve róla, ne idegesítsé ma. Te mondta olyat ennek a zavaros agyúnak, hogy szedje le a radiátorokot? Mit mondod neked? Ő mondta neked, hogy hát kell vissza szállni. Bejaj, Bea, ráütötte gázra, még Bea, jobban eltörte. Még ha belik van, hát dugulva. Még jobban eltört a gáz. Hát eltörte a gáz, hát ráütte. El van dugulva. Én vele nem beszélek. Ő mondta nekem, hogy csőszerelő kútot hozzá. Meredjál a csendbe, Zsolti! Mondjad be, acskam! Eltört a gáz, rajtott a gáz, hogy be is repette. Halló. Igenis összetörte a testvérem a gáztűzhelyt. Ráütött olyat, hogy még én is megijedtem. Azt a gáztűzhelyt, amit őt paputól kaptunk, azért halljon ma meg a menet. Szétszedted a gáz. Szétszedted a gáz. Azért, amit ma ma tőle kapsz, az a tiéd lesz. Na menjünk. Az a viszem neki. Nem értelek én meg tényleg. Mit nem értesz? Nem értelek meg, belevaksz oda. De minek kellett felhinni be, megmondanom neked? Minek? Azért, mert a feleségem. A feleséged? Ezt mindent meg kellett kimondani a feleségednek? Minden, nem mondasz meg mindent a feleségednek? Semmit ma neki. Semmit. Eltörni ezt a drága gáztűzhelyt. Szégyeld el magadot. Ne. Mi az, hogy gyere? Azt is mi szerelted le? Mert másfél méterek és milyen hollanderos. Milyen másfél hollanderos? Mert nem megy át, Nem megy át, Nem megy át, van dugulva. Tényleg, te kisgyereknek hogy leeshettél a baba agyból? Te nagyon nagyot ütközhettél. Hát tényleg, ott fogtad a kezemet mindig, Mare. Na, azt mondja nekem, hogy ezt a nyiski. Te nagyon két szarnyasat nyiski. Két szarnyasat. Ne haragudjál ma. Rávaksz a gáztűzhelyre. Fogd meg a... Fogja, tesó. Ti máma nem gondoltam, hogy a szép ingedben így dolgozni is kell. A taskat hol van? Taskat hoztam, de az ügyvédik. Fogd ma még. Fogja, de... Na gyere, gyere! Arra nem bírom hét! Nem bírod! Ah, várja, tedd le! Ha, hogy? Mi? Nem lesz ebből baj? Mi? Milyen baj lesz? Én mondtam Beának, én nem legyen kiteszem akkor a sárkot. Hova teszed ki? Sőt, mondd ki abba be, hogy el van törve. Hát de te törted el, ma megveszed. Hogy sütél a badakot? Úgy, hogy megveszel egy ugyanilyet. Ma megveszed neki, ha eltörted. Én? Hát akkor ki? Majd a jó Isten? Te törted el, te zavarsz ebből. Nem értem én komolyan, minek jöttem én veled, te mindent elrontasz az én életemben. Te mindent elrontasz, no, emeld ma meg, szád van olyan, mint a bécsi kapun, emeld meg. Na, hogy fogjuk feltenni? Ő ezt nem gondolta az, hogy én emeljem fel neki a tűzhelyt, hogy Bea tudjon neki kalácsot sütni. Na. Adjad. No, te guggolja, én meg emelem. Jó, add ide ízét nekem a csövet először. Na, csővel most mit kezdni? Felké lesz is tenni. Na, add ide. Így. Adja, bátya. Várja, hozok törölközőt, várja. Minek a törölközőt? Várja. Gyere, ma tegyük fel, hallod? Győző, gyere! A törölköző minek te? Ez minek te szépen? Na. Várja, egy, kettő, három. De várja, háromra. Egy, három, kettő, három. Egy, kettő, három. Ne igazit. Várja, bátya! Júj! Nem meggyőzik! Emeljed! Emeljed már, Marima! Fent vagyunk, emeljed! Jó van!